Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Ámori Máté vagyok, ez itt a Semmi Komoly, mai vendégem pedig Per Krisztián Költő. Szia Krisztián! Szia! És sziasztok. az van, mint ami mindig szokott lenni, hogy a műsor előtt a legjobb témákat már kibeszéltük, és a legjobb mondásokat elmondtuk, szóval most már csak a marad, is, hogy sajnáljuk, aki innentől hallgat minket. Arról beszéltünk az előbb, kamerán kívül, hogy, hogy mennyire lehet megalkudni, vagy kell megalkudni így a művészetben, ez állandó kérdés, hogy hogy csinálsz bevételt, meg sokan fognak szeretni, meg sokan fognak olvasni, vagy nem sokan fognak olvasni. És az ember azt gondolja, hogy a rossz Májó egy költőnél ez a kérdés nem merül fel, úgyse olvassák. Sokan. sokan nincs az a költő, akit sokat olvasnak. Téged mennyien olvasnak? Hát azt nem tudom, uh, az mondjuk le, valószínű, talán, hogy, hogy mondjuk egy verses könyvet, aki megvesz, az úgy, úgy, úgy valószínű, hogy elolvassa is, mert azért vannak nagy példányszámú könyvek, amiről azt gondolom, hogy a megvett példányoknak a felét, a fele az bekerült a karácsony falá, és akkor onnan fel a polcra, és az úgy is maradt. De, de hát nem, tehát a, én szerencsés vagyok tulajdonképpen, tehát mindenféle bizonyos értelemben irodalmon kívüli tényezők miatt a, szerintem egy a kollégáim többségénél, mármint a kifejezetten jó költő kollégák többségénél is szerintem elvileg nekem több olvasom, egy több példány fogy a, fogy a verses könyveimből, de ez azt jelenti, hogy ezer-pár ezer, tehát, tehát nem, nem, nem nagy számokról beszélünk. A 42 az elment, elment pár ezerbe. De hát nem tudom, Dobó várkapitány azt mondta, hogy inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl vagy. <laughs> nem, ez nem releváns, de nem azért kérdeztem, hogy, izé, hogy, hogy aki, aki akit sokat olvasnak, a pláne életében, ugye, és ez egy alapvető téma most nálad szerintem, ez a, ahogy olvasom a verseidet, hogy életedben, nem életedben, ez hogy van. Hát, igen, ez egy régi téma. De régi, ez nem, nem, csak Már... a te témád, persze, de hogy, hogy nem azon múlik valaminek az impaktja, hogy ilyen csúnya szóval mondjam, vagy a hatása, vagy a, vagy a lenyomata, hogy, hogy adott időintervallumban mennyi ember találkozik vele. És ennek van egy ilyen misztikus dolog, dolog ebben, hogy, hogy, a költészet, ezen gondolkodtam idefele, hogy, hogy ugye itt mindenki költő, hál' Istennek Magyarországon, ugyanúgy, mint foci szakértő, meg nem tudom, politikai szakértő, és valószínűleg mindenki költő, az adott, életének az adott szakaszában mindenki volt költő, vagy, vagy lesz. És a mi identitásunkhoz, ilyen magyar identitáshoz a nyelv azért tartozik annyira hozzá, mert ezek a költők. Tehát az, az ott van ez a költészet, ami, ami, amire így épül az egész oktatásunk, meg mindent, meg amiben bele, beleszámolom én a népdaloknak a szövegét is, így, ami népköltészet, onnantól elkezdve egészen. Mondjuk József Attiláig a legtöbben embernél, yeah. mert ott bezárul a kör, de hogy, ha visszagondolunk, ezek az emberek se feltétlenül e, milliós példászák, most a Petőfit vegyük ki egy picit ebből a körből, de nem, 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 nem biztos, hogy az emberek leveszik, olvassák, de ott van ilyen első vagy második helyen az identitásukba a költő. Hogy ez ez szerinted miért van? Van egy-egy szó, van egy-egy ilyen szófordulat, ami ott van a kis agyunkban, és ami miatt... Hát egyébként, tehát a, igen, ezt a kemény szokta mondani, hogy hogy igazából ha egy-egy pillanatban, amikor egy válságos helyzetben éppen arra van szükséged, és az a két sor bevillan, sohasem egy egész vers fog bevillanni, az a két sor be fog villanni, és az valamit segít, vagy nem tudom én, vagy, tehát az egy támpont, vagy egy, vagy egy, vagy egy útjelző, akkor, akkor már megtette a feladatát a költészet, és hogy ez lenne a feladata. Én, én tehát, egy időben, vagy mondjuk a, a vagy a, talán még most is, és hát a bizonyírások közben végképp ö, pessimista, már mint a bizony az új utolsó versos könyvem, hogy ö, pessimista voltam abból a szempontból, hogy, hogy, ne, hogy nem egy holt nyelven beszélek el. Tehát, tehát, én azért egy picit azt látom, hogy nagyon megváltoztak a kultúrafogyasztási szokások, még, a, tehát, az ennyi, tehát, tehát az én kultúrafogyasztási szokásaim is megváltoztak, sokkal kevesebbet olvasok, és Nyilván az, hogy kiderült, hogy olvasó szemüvegre van szükségem, nem elhűltem, az mondjuk adott egy lendületet, vagy ilyesmi, de, de akkor is, tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen annyi, annyi, felől ér mindenféle impulzus, és annyira erre a vizuális ö, befogadásra terelődött át, 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 az egész, hogy, hogy egyszerűen, tehát valószínűleg tehát, teh 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 az olvasás, és azon belül a költészet olvasás, az valószínűleg egy ilyen, egy ilyen kihalóban lévő műfaj, gondoltam, vagy gondolom, Ugye, amíg az is van, hogy azt szokták mondani, hogy a magyar az költészet központú, és hogy ez elvileg megváltozott valamikor a, nem tudom én, a 80-as években, és akkor onnantól, vagy, vagy ki, vagy, ki tudja mióta, de hogy mégiscsak próza centrikus lett a magyar irodalom is, mint a világ szinte össze vagy összes irodalma. Hát ez nem tudom, hogy egyáltalán ezeknek mennyi értelme van az ilyen kijelentéseknek, de minden esetre én azt gondoltam, hogy, hogy, bizz, hogy ez a, kö, tehát, hogy a költészet értése és a költészet olvasása az egyszerűen az, az, az egy ilyen kiveszőfélben lévő dolog, és, 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 egy pillanatokon belül az lesz, hogy mint amikor még a hieroglifák megfejtése előtt mondjuk bementél egy piramisba, és azt láttad, hogy volt itt valami magas kultúra, az biztos, mert annyira bonyolult a rendszer, de már nem értesz belőle semmit. És itt is az lesz, hogy érthetetlenné válnak a kódok. És aztán tulajdonképpen azt hozott ki ebből a gondolatból, hogy, és akkor itt kanyarodunk vissza ehhez a 10 millió költő országához, hogy, hogy tulajdonképpen az a vágy egy kamaszban, hogy ő, demonstrálja az ő különbözőségét a többiektől, az ő különlegességét demonstrálja, az a vágy az mindig meg lesz, az egy életkori sajátosság. És erre mondjuk a költészet, vagy az irodalom, vagy a művészet, az kifejezetten alkalmas. Tehát a, a, a Knözgör azt hiszem, szóval Knauzgárnál van valamelyik, tehát a harcomnak valamelyik kötetében, hogy nem tudom, Hegel és Kierkegaard kötetekkel a hóna alatt mászkál Bergenbe, és tulajdonképpen nem sokat ért akkor még egyikből se, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy lássák rajta, hogy ő az a 16 éves, akinek Hegel van a hóna alatt, és valamilyen módon szerintem én, én bennem is volt 16 éves koromban ilyen, tehát amikor, nem tudom, lehet, hogy nem pont Hegel, de mit tudom, hogy milyen könyvekkel vagy-vagyjal biztos mászkáltam, a, hogy, hogy, hogy megvolt ez a dolog. Tehát nem is teljesen érted még, vagy nem, 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 tehát nem látod át semmiképp sem a mélységét és a dimenzióit, de arra pont elég, hogy a saját különbözőségedet jelöld vele, és akkor egy idő múlva aztán mégiscsak csak elolvasod, meg valamit megértesz belőle, meg elvezet egy következő könyvig, és akkor így tulajdonképpen eljutunk oda, hogy hogy valamennyi versolvasó mindig marad, meg valamennyi költő, meg valamennyi művészet mindig marad, mert, uh, és akkor még egy, még egy dolgot ide kapcsolnék, azt majd kivágjátok tán, ez a Kárpáti Péternek egyébként egy veszőparipája, hogy azért is fontos, hogy maradjon, mert ez valamilyen módon a társadalomnak egy szelepe. Tehát tehát jól jár a társadalom azzal, hogyha a fiatalok az indulataikat, azokat nem gyújtogatásban, vagy nem tudom miben vezetik le a fennálló rend felforgatásában feltétlenül, hanem mondjuk, 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 a költészetbe csatornázzák, mert, és akkor itt van például egy ilyen példája, hogy a világ kegyetlen diktátorai között hány elvetélt művész látunk, és hát valóban, tehát karadzsics nem tudom én, Hitleren át. Hitleren át, Mao tse is próbálkozott igen, igen. költészettel, szóval, tehát, hogy, ahogy, hogy akkor ilyen értelemben akkor. Jó, hát mert ez egy, ugye mondtad az indulat, hát én szerintem egy viszonylag indulat szegény világot élünk most, tehát, vagy most ez hülye hangzik, ilyen háborús, de most, itt kimegyek az utcára, és így nézem azt, hogy a fiatalokban tobzódó indulatok, ami azért a művészettel valahol kéz a kézben van, tehát az a valamit akarás, az a vagy valamit tevés, vagy az a dranga, hogy a német mondja ha. nagyon szépen, azért az kell ahhoz, hogy az ember ezzel foglalkozzon. És nem, én nem érzem azt, hogy ez most túl, túl tengne. Talán ez is lehet az oka ja. a pessimizmusnak, hogy az emberek úgy ebbe a kényelemben benne vannak, de mondtad, hogy, ugye, hogy, a pár Már ember a háború, hiszi... bocsánat, a háború példájánál ott az is van, hogy nagyon más az, hogy bele kell szúrnod valakinek a hasába a szúranyt, vagy az, hogy nem is látod. Egy drónt ráküldesz. Igen, te és nagyjából ugye most itt van, tehát elszemélytelen, de tehát ilyen értelemben. Tehát a, Már a háború sem a régi. Igen, hát igen, és, a, és, a, és a, tehát valószínűleg még borzalmasabb, vagy hát nyilván nincsenek primér tapasztalataim, de hogy, de, hogy, de hogy, ez mégsem egy, tehát nem, nem az indulatot kötném oda, ahogy most egy háború folyik. Szerintem nem indulatok vannak, hanem hanem hát hideg nem, is, nem, nem is fognak már a háború és békék születni Igen. ezekről a háborúkról, ugye, ahol azért ott, a, ott az Andrei Hercegnek Igen. a égre nézésébe azért ott van az a, az a húsvér, azok a fordult belek, meg nem tudom minden előtte, amit ő ott végignézett, és tényleg az a fizikális Igen. közelség, de hogy az előbb mondtad, hogy csak pár ember tovább viszi, hát most belegondolsz, hogy az emberiség is úgy maradt föl, hogy volt egy, volt egy időszak, amikor körülbelül 300 homo sapiens volt, és akkor ez úgy hát akkor akár ez, ez meg is hallatott volna, Igen. hát ez a 300, ez simán Igen. egy, akár egy, 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 nem tudom én, pár év be, leforgás alatt kihallatott volna, és mégis túl. Tehát én nem féltem a, a művészetet meg, a költészetet meg, pláne nem, mert ahogy mondtad, hogy ott van az a pár sor, ami, vagy a semmi Igen. ágán ül szívem, az, az és mindennél pontosabban, és mindennél gyorsabban, és, és élesebben, elmondja azt, amit nem tudsz egyébként elmondani egy 2000 oldalas könyvben mm. sem. Tehát a költészetnek ez a... és a zene is valahol erre, erre ezzel próbálkozik, csak mi szószátjárabbak vagyunk. És akkor mikor van egy-egy olyan szerző, beszélgettünk itt yeah. Kurtákról az előbb, akinek mi játszunk, tehát ő egy ilyen költőtípusú zeneszerző, aki nagyon-nagyon aki röviden próbálja ugyanazt elmondani, és vannak még ilyenek, Chopin ilyen volt például. És van egy versed a bizonyban, a Mástól a című, Igen. ami egy, -egy maromi jó arcpoetika is talán, mm -hmm. vagy hát szóval pont a költészetről mm -hmm. magáról szól a, a, a vers, és abban e, azt mondod, hogy a költészet nem e, megszólalás, hanem megszólítottság, azt hiszem így mm -hmm. van. E, és akkor máshol az kötetben meg azért, <kül> hogy mondjam, a jó Isten megkapja magáit teljes joggal, tehát tök igazad van. De az ember ugye elgondolkodik, hogy ha megszólítottság, és ugye nem egy csinált dolog, uh -huh. akkor ki, mi szólít meg? Univerzum. Nem tudom, ez egy, hát ezt fel lehet tenni ezt a kérdést, nem? Mert ugye erre persze sok választ lehet, és a, a versben egyébként adsz rá egy csomó választ, hogy ez hogy, persze hogy lesz meg a egy vers. Ke, meg, meg hát sok, a, sok az ellenmondás, vagy, vagy tehát ilyen értelemben, ugye ez nem egy tételes nem tudom, művészet, filozófiai munka. Ez egyébként a, ez a kö... annak sem utolsó, de yeah. igen. De nem, nem, hát tényleg egyébként ugye nyilván az van, hogy én bizonyos értelemben mixe, pont idefele azon gondolkodtam, ugye most úgy akkor veszük fel ezt a műsort, ami egy nappal az után, hogy meghalt a Palotai Zsolt, ami engem eléggé mélyen érintett, nagyon sok bulián voltam, meg nagyon szerettem a Zsoltot, nagyon az a nyugalom, amit árasztott, egyszerűen jó volt a közelébe lenni, de hogy, hogy azon, hogy bizonyos értelemben mix, amit csinálok, vagy tulajdonképpen rímeknek, tehát a, jó, tehát két dolgot akarok mondani. Az egyik az az, hogy hogy tulajdonképpen az én fejemben, és bizonyos értelemben a versenyben is mindig egy kórus szól. Tehát egymással feleselő hangok. Bizonyos értelemben dialógus helyzet, egy csomószor történik az versben, hogy az egyik mondat tulajdonképpen egy más szövegkörnyezetben más, típusú beszélő szájából hangozhat el, mondjuk stilárisan jelezve van ez, hogy itt egy, egy, itt egy ilyen mixelés történik. Másrészt, ahogy, ahogy, ahogy a... És például én viccből szoktam kúbokat csinálni, és nem tudom, én azok is arra épülnek, hogy a Don, 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 de na don, én a didit oda nem adom. Mondjuk föl, fölismersz egy ilyen nagyon távoli dolgoknak az összecsengését, vagy rímelését. És bizonyos értelemben a Palota is ezt csinálta, amikor a, a nem tudom én, a Ramón ezt rá tudta keverni egy olyan, nem tudom, drum and és azt át tudta vinni egy olyan, nem tudom én, trip ahol, ahol nagyon távoli területek, na, származó dolgokat ott összerímeltetni. E, ez csak erre a, 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 a nem tudom milyen, hogy hány hang szól az ember fejbe, vagy hány hang szólal meg egy versben kérdésre, és elfejtettem az eredeti kérdést. De már én is már annyira jót mondtál, De, mert hogy elkezdtél a zenéről beszélni, és ez teljesen elvitt ja. most másik irányba. Az volt az eredeti kérdés egyébként, hogy, a megszól, hogy, hogy ki meg. Ja, hát igen. A transzcendenciára kérdeztem rá, ja, majd, értem. vagy valami hasonlóra. Hát figyelj, azzal mindig van egy ilyen, egy ilyen vágy is bennem, van egy ilyen kacérjáték is, van egy. Tehát, tehát, tehát nincs valódi, mit tudom én, Istenhitem, de, de például mondjuk van egy nagyon erős viszonyom a természettel, vagy a nappal, és, a, és ott azért mégiscsak valami nagyobb dolog szólal meg, vagy, a, vagy, a, vagy amikor az ember tehát a természeti széppel, vagy a fenségessel találkozik, annak eleme az, hogy, hogy itt valami sokkal nagyobb van, mint, mint az ő időben és térben is porszporszennyi porsz, por, léte. Egyfelől, másfelől, meg van, van tulajdonképpen a megszólítottság alatt valahogy ezt az észrevevést is értem. A Garacinak volt a nem tudom hol, egy, egy írása, ami a, a kb. az, hogy hol a költészet mostanában, és ott ő azt a trükköt csinálja végül is, hogy a, a kitágítja a költészet fogalmát, egy nem tudom, a, gondolom a Széchenyi fürdőbe, egy volt, gimnazista osztálytársa így, 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 így egy hologram készítő érdeklődik, hogy akkor te mivel foglalkozol, írsz, és akkor mi az, hogy írsz, és nem tudom, és ugye fölteszi a maga bornírt kérdéseit, majd bemutat egy-két karaterúgást, ott a, a derékigérő melegvízes medencében, merő, meg 40 évesen vagy 50 évesen elkezdett karatézni, és akkor a, a, úgy fejezi be a garaci, hogy hát mert, mert költészet a, a, az 50 éves hologram készítő karaterúgásai nyomán a, a, a megcsillanó napfény, vagy nem tudom, tehát hogy, 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 hogy a kö, költészet az igazából nem egy nyelvi jelenség, hanem valamilyen fajta metaforizált sűrítettsége a világnak megjelenik egy momentumba, egy képbe, és mondjuk erre például a Rímel szerintem az, sokáig azt gondoltam, hogy ez a magyar próza legjobb kezdő mondat, hogy a szép ernőnek, annak van a, a azt az, október, igen, az október című reg, kis kezdődik így, hogy annak az idomított pici tujának a hátán egy okker falevél volt, azt én észrevettem, és megálltam ott azt elnézni, mert az olyan valami volt, hogy, a, hogy, hogy, hogy kikényszerítette a megállást és a nézést. Lehet, hogy nem pontosan idézem, biztos, hogy nem pontosan idézem, de hogy egyrészt benne van ez a kikényszeríti, ki és a másik az, hogy azt én észrevettem. és, és valahogy ez a megszólítottság alatt én, 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 ezt is értem, vagy ezt értem leginkább, hogy, hogy amikor az ember észrevesz valamit, észrevesz egy ilyen rímet a világban, észrevesz egy ilyen képet a világban, amiről azt gondolja, hogy más nem veszi észre, vagy azt gondolja, hogy ez messze túlmutat magán, mert mondtad az elején, hogy ilyen nagyon eufemisztikusan, hogy ilyen föltészeten kívüli okok miatt ismernek téged, uh. mit tudom én. és ugye itt van, van egy videó, egy film, ami készült a... Ezért, de, 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 Azt a költészetbe kölcsön, 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 már de ezt, ezt akarok hozzá, hogy... hogy Ugye, ami arról szól, hogy mit tudom, el, elúsztál adóssággal, és akkor mindenféle méltatlan helyzet, meg ilyen, meg ott laktál benne a a színházban, vagy nem is tudom. És, és nekem végig az, a, az az érzésem, és akkor ez, ez, mint valami hír így megjelent, és így körbe, nyilván olyanok is találkoztak veled, akik egyébként soha, de Úristen, mi történt? És azt mondom, hogy ez teljesen. Hát rendjén való és helyén való dolog, ugye a, mondtad a lázbeszédet, mm hogy -hmm. a sógorod is mm. hívja a költészetet, a proféták mindig akkor jelennek meg, mikor valami a világ ilyen nagyon bornírt és ilyen eh, eh, eléggé eh, süllyedő állapotát mutatja, legalábbis a Biblia szerint, ugye? És te, rólad két dolog jut eszembe, az egyik a Diogenész. Egy, egy, de nem vagy egyetlő. nem, mert nyilván ez annyira, annyira adja magát, hogy a Diogenész, a nagy ókori filozof, az őrjöngő Szókratész, Platón így nevezte Igen. A Diogenészt, aki az a vicces, hogy ugye ő hordó, hord, hordóban lakott, egy gurigatott mindig maga előtt, és abszolút nem adott a külsejére, stb. stb., de mindig megmondta az igazat, és a frankod, és látszólag ugye egy ilyen csöves jellegű csávó volt, de Diogenész Leártió, Le aki meg megírta ezeknek az életrajzát, az három különböző forrásból dolgozott, amikor Diogenésznek megírta az életrajzát. Szóval valamiért a fickó nagyon fontos volt abban a korban, és mindenki ismert és mindenki hivatkozott rá, független attól, hogy egy igazi hippi volt, egy lázadó, egy, egy rendszer, rendszeren kívüli valaki, és ilyen rendszeren kívüli valakik voltak a proféták is, akik mindig jöttek, meg a jósok, ugye az Iliászba, akik megmondják azt, amit nem akarsz hallani. És hogy szerintem tökéletesen itt volt az ideje, vagy itt van az ideje, hogy nálunk is legyen újra proféta. Hát van a, szerintem. Ezt, elég a fi, ezt a figurát hozott, olyan nagyon sok nincs, mert a profitában sincs sok, ez egy magányos ja. műfaj. És te is erre nagyon rá is játszanál, hogy Egyedül élsz, vagy hát nem egyedül, de hogy ne, Kismarosba, nem Kismaros ugye el, 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 el a világtól, a beteg barackfa, az beteg még a barackfa? Ne, mert a barackfa az gyógyul, viszont most az almafát kell menteni, az egyik, két almafán az egyiket kell menteni, és az a baj, hogy azon már láttam, hogy elkezdett dolgozni, tehát nyilván volt őszilemosó, meg minden, de le kellett vágni ágait, gombásodik, és most láttam, hogy elkezdett a harká is dolgozni rajta, szóval egy, már nagy fakopánk, szóval egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az menthető, de akkor majd pótolom, tehát akkor majd lesz füge el a fején, mert van, kaptam ilyen... És értesz hozzá? Hát... Tanulod? Én azért biológia tagozatra jártam gimnáziumban, tehát nem vagyok teljesen. Ornitológus akartál lenni. Én ornitológus, tehát igen, a madarakhoz az egyen jobban, bár abból is nagyon sok mindent elfelejtettem de hogy, tehát nem vagyok teljesen vakon, de, de hát nyilván, de hát utána lehet nézni egy csomó mindennek a neten, vagy meg lehet kérdezni nálam hozzábértőket, tehát hogy, hogy nem az, hogy értek hozzá, az biztos, hogy nem igaz, de, de hát igyekszem tanulni, és hát ez pici kis kert, szóval olyan, nagy, tehát olyan nagyon nagy rosszat nem tudok csinálni, de azért, hogy fejlődik, meg nem tudom, tehát, hogy most már abszolút előkészített ágyásokkal várom a következő évet, csak jó. De igazából eltereltem az profétasságról a szó. Ja, ezzel... nem, hát figyelj, a, például olyan volt, hogy a, rám nagyon nagy hatással volt, és a, az egy, ugye egy korábbi generáció, hogy volt a, például a Dixi nevű csávó, Gémes József, akire a Garacitól, a Víg Mihályon keresztül, nem tudom, végtelen sokan hivatkoznak, a, a, vagy hát mindenki hivatkozik a, abból a, az időszakból és szubkultúrából. Én a végét azért bőven elcsíptem a Dixinek beszéltem is vele, meg nem tudom, és nagyon nagy hatással volt rám. És, és hát ő ugye egy ilyen kifejezetten az idő nagy részében azért kellemetlen és kellemetlenkedő figura volt, aki ráadásul művek nélküli figura volt, de persze ő veszte egy olyan tisztelt és figyelem, ami még egy fiatal gyereknek is, tehát ott ugye nagyon sokszor ez picit olyan, mint a ahogy szerelmet választ magának, nem tudom, általános iskola alsóba az ember, hogy igazából nem is ő tűnt föl, hanem azt tűnt föl, hogy mindenki, aki, akit én nagyra tartok, az hogy figyel rá, tehát akkor... Tehát, tehát tulajdonképpen érkezett meg az én figyelmem, de nagyon-nagyon-nagyon izgalmas figura volt, és hát ő is azok közé tartozott, és ez nyilván ez minden profitára igaz, ahol, és akkor ezért nem igaz már rám, hogy, hogy ahol nincsenek művek. Tehát azt a Bödöcs szokta mondani, hogy... Szokratész Jézus és ő, de azóta írt egy pár könyvet. Igen, igen. abszolút írt adott a pár könyvet. Na, de nekem is volt egy időben ez a szólamom. Kiegészítve egyébként még azzal, hogy például, és, és akkor itt szinte vissza is, vissza is jutottunk szerencsésen a Más Tolla című versez, hogy, hogy hogy ráadásul mint hogyha az lenne az igazán hatékony mém, mint hogyha végülis mit akar az ember változtatni akar a, a világon. És mint hogyha a világon azt tudna a legjobban változtatni, amir, a, a, ahonnan már le is kopik a szerző. Tehát az mondjuk hogy a tulajdonlopás, azt azért 100 emberből 99 nem fogja megmondani, hogy ez kitől származik ez az idézet. Egyszerűen köznevesül a dolog, szólássá válik, és ez mintha még jót is tenne annak, hogy, hogy itt valahogy a, nem tudom én, a common sense-en változtasson. Tehát, és akkor még egyébként voltak példáim a, nem tudom, tehát ugye filozófusok között is van, akiket ütni-verni kellett, hogy, hogy egyetem bármit írjon, és a többi. Tehát, hogy jó, szóval, szóval volt ez az időszak, amikor a lustaságomat lefettem ezzel a, ezzel a műnélküliséggel, de hát ez, ez megszűnt. Ez hát az ez időszak. a 15 év volt, nem? Igen, ami, igen, ami igen. Ez, a, ez a... De egyébként, a, a, így visszatekintve ő, nyilván én nagyon keveset uh -huh. tudok rólad, meg a, meg a belső dolgokról. Bár egyébként lehet, hogy többet tudok a belső dolgokról, mert elolvasom a versenyt. Tehát, hogy többet, mint én. Lehet, lehet, hogy többet. Le, igen, tehát... De, mert... de, de hogy, hogy, hogy az még jót is tehát bizonyos, tehát hogy van egy ilyen image, van egy ilyen kép, amit én azt hiszem, hogy ez tök őszinte meg De. egy hiteles dolog, amiben benne van ez a diogenész Aha. is, meg benne van a proféta is, meg benne van ez a, a pia, pia Aha. nem pia, van egy ilyen hajnóc is izé az egészben. E, nyilván a magánéletedben is valódi dráma volt, meg valódi Aha. tragédia, amit hogy az, az emberek szinte el is várnak, hogy hát a költő az azért, mert ő ő... ő, ő, ő mint a hét, héttör járta át a szívét, és azért tud olyat írni. Tehát minden adva van, és ebből a 15 év, ez még, még hozzátesz egy ilyen pluszt, hogy Igen. és utána visszatértél, és így látszik is, hogy a visszatérésed után ilyen média, mindenhol interjúk, izé, kötetek jönnek egymás után. É, szóval, hogy, hogy valahogy az az érzés, hogy az együttállás megvan ahhoz, hogy itt egy olyan költő legyen, ami neked azért ambíciód, mert most az előbb is finoman azt fogalmaztad meg, hogy hát közmondássá kell válni. Hát tehát, a... Ebbe igazából azt mondom, hogy a Petri óta, keves, tehát amit mondtál, hogy, hogy a próza, 80-as évektől ja. a próza, be azért az is benne van, hogy a, a prózaíróink íróink jobban, szóval ott, ott, ott ő, ők, hogy mondjam, minőségének tartották úgy általánosságban az a, utána született prózát, ugye ott Eszterházi fénykor, amit a Spiró is, a nagykönyveit. Tehát, hogy ehhez képest a költők nem, tehát tényleg kb. Igen. Petri volt az utolsó, aki ugye a 80-as években még azért bőven nagyon írta a jó verseit, tehát ő is 2001-ben halt meg. Vagy Valami olyasmi, igen, ilyesmi, igen. És akkor egy nagy hiátusz. Tehát, hogy azért kell a, kell a, a művek mellé ez az élet is, nem? Hát, ja, vagy nem tehát nem kell lenni, biztos nem kell, vagy nem tudom, tehát én, én azért nagyon... Szóval azért azt sokszor mondtam és gondolom, vagy nem tudom, tehát, tehát hogyha ténylegesen lehetne egy döntésem arról, hogy akarom-e mondjuk ezt az idézőelbe karriert, a Zsófi halála ára, hát nyilván nem akarom, tehát tehát hogy, azért én ezt összesen visszacsinálnám egyfelől, de, de másfelől van is egy igazságtan, tehát az összes ilyen fókuszban van egy ilyen igazságtanság, a Petriben is van egy igazságtanság, van egy olyan talán a kornis napló, igen, a kornis féle ilyen titkos naplóba, vagy tehát ez a, közös napló, amit akkor csináltak a 80 esekben ott mond egy ilyet, hogy, a, a kortársaim közül egyedül a tandori érdekel, a és Szabolcs érdekelne, ha írna, és ennyi. És akkor ez például teljesen nem így, tehát hogyha, hogyha megnézed, hogy ott, ott, ott egy csomó érdekes, fontos költészet létezett még, tehát hogy van egy ilyen igazságtalanság, hogy az ilyen kilógó ki vagy kivakító figurák, mint a Petri, azok nagyon-nagyon sok mindent kitakarnak, és nyilván az irodalom történetnek, annak az is egy feladata, hogy, hogy valószínűleg ez könnyebb így visszatekintve, hogy visszatekintve egyszer csak látott, hogy nem tudom, milyen volt ott a Bertók Lászlótól elkezdve, még egy csomó tök érdekes, és a Petritől különböző megszólás, tehát, mit hogy így, hogy mit, de, de ez, ez, nem a tehát ez nem a Petri hibája, vagy gonoszsága, vagy még csak nem is az olvasóké, vagy az irodalom értése, hanem mint hogyha lenne az egésznek egyébként, én hajlok arra, ezt persze nem én találtam ki, ez se, hogy, hogy van, -e, van, a, van, -e, van egy ilyen verseny jellege. Tehát a Tondori is állandóan listákat állított föl, és ki a top 5, és ki a top 10, és benne vagy-e, nem vagy benne, oké, okay, akkor nézzük csak az élőket, üze -e, nem tudom én. És ez csak onnan jutott eszembe, hogy na mindegy, nem, nem akarok nagyon elkanyarodni, de hogy állítólag most beszéltem valakivel, és azt mondja, hogy például Amerikában nincs ilyen, tehát föl sem merül, mondjuk az a, a, az amerikai irodalmi közegben, hogy ilyenfajta top 5-ös listák lehetségesek lennének, ott ott, ott, ott ott inkább az, hogy mi a te mi az, amit ami, ami, ami te tudsz hozzáadni, amit ami csak a tied, ami a te, te unikális uh, hozzájárulásod mondjuk az egészhez, de, 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 nincsenek ilyen rangsorok, hiszen ezek egyébként alapvetően rangsorolhatatlan dolgok, tehát az almát kell a körtével, de mégiscsak, mintha lenne egy ilyen, ezt mit a Harold Bloomnak van ez a hatás iszonyál, mert, ami, 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 azt mondja, hogy minden szerző az a központi, a, a centrális pozícióra tör, aminek például egy eleme, hogy, hogy, mindenkit, aki hatott rá, tehát aki tulajdonképpen az elején még utánozni akart, aki ezt fel akart nőni, mint amilyen például az én esetemben lehetett, vagy volt is a Petri, azt tulajdonképpen ki akar onnan tolni, és azt akarja mondani, hogy innentől emlegessék úgy őt, mint az én előzményemet, és én legyek a, 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 a csúcs, és minden más, az hozzám képes legyen. És, és ez a fajta elfoglalása a térnek. Csak hát szerencsére ugye az van, hogy a művészetben ez mindig Viszonylagos, relatív időben. Na, Nagyon ez beszorított. Ez, ez egy tök normális dolog. Ez az apának a meggyilkolása van, az Olnai Vilmosnak. Ez a művészet eredete című könyv, mert ilyen érdekes elméletei vannak, de az egyik elmélete ez, ez, hogy ugye a művészet az az, az apa meggyilkolásáról szól, igazából, hát, hogy a királyt meg az apát te elteszed, és, és vagy vagy szószoros értelmében bizonyos ilyen törzsi népeknél, vagy pedig átvitt értelembe, és az apa figurát egyszer csak meg kell ölni, és a helyébe kell lépni. Tehát ez egy pszichológiai. Hát az valóság. is van persze, meg, 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 meg igyekezzél, hogy az előtt, meg miatt megezti, igen, de... <laughs> igen, 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 a kronosz. De, ja, szóval én azt gondolom, hogy ezt majd az idő, tudod, van ez a Petőfi amit minden adásban elmondok, hogy az idő igaz és eldönti, ami nem az, de nyilván hm. ezt szokták, és ez, ez így van. Persze ez a költőnek elég sovány, igaz? A költőnek már csak a festő van a rosszabb helyzetben. Mert, hát nem tudom a, egyébként. Az... Hát a festő az olyan Most ugye... egyébként nem, mert most jó egész. Van meg piac, nyitárpiac Költ, költészet, hova? Mit mit, adsz el? Kéziratot hát... el lehet adni? Jó, de attól függ, itt megint csak az, hogy mit, mennyire szűkre szabad a költészetnek a a, de, a, a, definícióját, mert hogyha mondjuk például a dalszöveg ilyen, valamilyen módon beletartozik, akkor nem tudom én, tehát a, 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 a Krúbitól a, a, belgái végtelen nagy, nagy hatású költők, van tele a, 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 nem tudom én, a magyar porond, Uh, nyilván egyébként tehát, tehát nem tett, tehát van különbség azért vers és dalszöveg között, persze, bizonyos szempontból, meg van, tehát minden, én azt vettem észre, hogy minden, minden költő az valójában rockstar szeretne, vagy sokan legalábbis, uh, és fordítva, hogy nagyon sok, nem tudom, rockstar meg szereti magát költőként definiálni, igen, hát én ezzel akartam kezdeni, hogy egy, 3000 évvel ezelőtt mi abszolút kollégák lettünk volna, vagy 2500 évvel ezelőtt, nem, amikor még a rapszodoszok That, ezt éne énekelve mondták, és nem váltak el ezek a dolgok, de. tehát van egy ilyen lemorzsolódás, ami vésztettek, de egy egységes dolognak képzeljük romantikusan most, hogy ez akkor egy valami ja. összefüggő dolog volt, egy görög dráma előadás, vagy egy, vagy yeah. egy, egy eposza, hogy az benne ért a... a, a tehát hogy, ugye egy egyszerűbb dolog volt, mert volt kettő darab eposz, és azt mindenki tudta a fejből, és mindenki idézte, ja. és tele van állandóan a Platón is, meg az összes fennmaradt régi írás ugye a Homélosz idézetekkel, mert az volt, de most van nem kettő darab, hanem megszámlálhatatlan mennyiség, és ebből a tengerből ugye csepp, cseppnek lenni, azért van egy, mondom, van egy ilyen nyomasztó érzete. Ráadásul a magyar irodalom most át is kanyarodok ide, mert itt van egy ilyen titkos kötelező olvasmány, turkáló, csinálunk egy ilyen játékot, jó. Hogy a kötelező olvasmány. Ú, ú ez most az lesz, hogy vetlen kiúszok egy fontos könyvet, és kiderül, hogy nem olvastam. Nem, Á. hát ez nem az lesz, mert ez csak költészet. Nem, hanem, hanem az, hogy kihúzol egy könyvet, és, és van-e van -e viszonyulásod hozzá, vagy mi, és ha van, és van benne olyan vers, akkor azt nézzük meg, és miért. Jó. Jó? Jó. Spontán, tök, tök random válogattam reggel, kettőt nem raktam bele, amit nem találtam meg, és beleraktam Jó. olyat, amit nem akartam, úgyhogy válasszál. Jó, egyébként ezért, ezért nem mentem be tév, soha a tévé vetélkedőbe. Mert... Én égtem már így meg, Te hogy reg... bementem ilyen vetélkedőbe, és azt gondoltam, hogy nem gondoltam, hogy fogom tudni, de rólam azt gondolták, hogy fogom tudni, és kiderült, hogy nem. És aromi ciki volt. De, az... de hogy valami zenei. Zenei, persze. Ah. De, tehát uh. szakmailag az a legrosszabb fajta megégés, hát persze, hát persze. mikor, mikor lelepezed le magad, hogy műveletlen vagy. De itt ez nem fordulat elő, mert mondom, ezek a leg... Tehát... Jó, 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 de egyébként figyelj, de egyébként annyit hozzáteszek, hogy, 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 hogy mert azt mondod, hogy ez a, tehát mondtad ezt, a, a, hogy egy csepp vagy a nagy ócemba, ami még tulajdonképpen megnyugtató is tud szerintem lenni, vagy tényleg még, még olyan nem is tudom, hogy uh, miért mondjam, uh, ósdi, ósdi uh, uh, hitekkel is tudom magam néha vigasztalni, hogy, hogy hát a nagy kóru, az irodalom történet nagy kórusába azért én is akkor egy picikek is szólamod, de a nagy össze... tehát hogy, hogy ebben a fajta nagy, 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 Ö, szimfóniába való beleolvadás azzal tudja az ember magát vigasztalni, hanem inkább az a, a, a vagy engem inkább az szokott nyomasztani, és azt gondolom, hogy ez, ez is elég általános, hogy egyáltalán az a kis szólam vagyok-e, hogy, 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 hogy mint hogyha lenne egy ilyen tehát mint hogyha a, a a művészi tevékenység, az az impostor szindrómát, azt magával tehát, tehát az egy foglalkozási ártalom lenne, csak ugye, mert onnan jutott eszembe, hogy itt a lelepleződés, hogy most hirtelen kiderül, hogy nem tudom, én nincs is olyan mély viszonyom Csida Jenővel, hogy ö, egyébként vele akár még van is, de hogy, de, hogy vagy én bennem folyamatosan van ez az értelmiségi bűntudat, tehát egyébként az anyagi lehetőségeimen felül szoktam egyébként, bármilyen pénzhez jutok bemenni az író boltjába, és akkor még röhögök is, hogy akkor na most befizetem az értelmiségi adót, hmm. és ugye nyilván vesz az ember olyan könyveket is, amikhez aztán nem tudom, nem jut hozzá, vagy évekkel később jut hozzá, vagy csak beleolvas, tehát hogy így, és a többi, de hogy de, minden, de de nem csak ezzel a kapcsolatban, de hogy van ez a, van ez a, van ez a... a, a, a van ez az impostor szindróma, hogy uh, például ebben a műsorban derül most ki, de akkor derül, derüljön, <laughs> derüljön. derüljön, Ki, jön, per nem is derüljön, olvas derüljön, semmit. Derüljön, Csak tessék. podcastet hallgat. Tessék. vagy hallgatok a is. Hát igen, úgy ez egy dedikált. De nem ő dedikálta, szerintem. Ja. Vagy ha igen, akkor mindjárt szaladok a bősz Ádámhoz, és eladom neki sok pénzét. Na mi ez? Nem mondjad, mert ez nem, nem halljátok. Hát a, nem, ja, ja, ja bocsánat, bocsánat a, a, ez, ez egy Adi kötet, a, a, konkrétan az ember az embertelenségben, a, ami azt jelenti, hogy valami, igen, tehát, hogy a, igen, 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 szóval ez valami válogatott Adi. Viszonyod Adihoz? Ó, arról még írtam, és az, a, volt ugye most Adi szentenárium, igen, hogy igen. azért nehezen, Na, az például egy érdekes dolog. az egy ne nehezen, 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 kiszenvedett ír, ö, szóval intenzív a viszonyom. Intenzív a viszonyom. Az egy nehezen kiszemvedett eszé volt. A, a Hévízben jelent meg, vagy a Hévíz kért meg, és a, a Fehér Renátónak is nagyon sok munkája volt benne, hogy végül az, az azért megszületett az a szöveg, szóval ő, mint szerkesztővel so, sokszor végigmentünk rajta. Egyébként ennek az is oka, hogy uh, én írtam néha kritikát, vagy mostanában is néha írok kritikát, amikor azt fogtam mondani, hogy olyan, ez, mint a népek életében a háború, hogy fél, fél év alatt nagyjából elfelejtem, hogy az mekkora kínszenvedés volt azt csinálni, és akkor fél évenként be lehet palizni egy szülési ilyen. Egy, egy színes kritikára, uh, és, és hogy, hogy arra jöttem rá, hogy hogy talán az az egyik oka annak, hogy én ezt nem szeretem Annyi, vagy nem tudom annyira csinálni, és az is lehet, hogy rossz a metód, de én azt szoktam csinálni, hogy, hogy csak egy jegyzetet. Teh tehát, hogy kvázi egy vázlatot, hogy ezt, 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 ezt kell érinteni, és ezen kell végigmenni. Tehát, hogy, hogy hamarabb van egy vázlat. És akkor maga az írás tevékenység, azt a, a, az gépjesebbé válik, vagy nem tudom, teh tehát azt a dolgot, hogy hogy valamit kvázi rekonstruálni, azt a gondolat, mert, amit már megcsináltam vázlatba, azt ugye kifejtve rekonstruálni, az engem nem érdekel, vagy izgat annyira, mint az a fajta versírási metódus, amikor amikor nem tudom, illetve olyan is van, hogy tudom, hogy mire akarom kifuttatni az írás, de hogyha oda is fut ki, akkor az már rég rossz. Az a jó, hogyha valahova máshova elvisz. Tehát, tehát hogyha, hogyha megjelenik az önálló akarata az írásnak. A megszólítottság. Igen, és, és, és hogy magamat is meg tudom lepni, és, és, és valami olyan, olyan lesz ott, ami, am, amire nem készültem, nem számítottam, nem akartam, és mégis oda elvitt, a, a, az egy nagyon jó érzés. És ehhez képest egy ilyen vázlat alapján írni, az, a, a, az nem tudja ezt csinálni, vagy, vagy akkor meg, tehát amikor meg elkanyarodok, akkor azt érzem, hogy hú, most szétbeszélem, most beleraktam egy fölösleges kör, tehát hogy nem, nem örülök egy ilyen fölösleges körnek, hanem megijedek tőle, még egy versbe akár örülhetek is. Na de mindegy, most visszatérve akkor Adira, szóval csak ezt az Adi eszéről mondtam, de visszatérve, hát ö, ellen, ellenmondásos, mint ahogy egyébként ellenmondásos az is, hogy van egy ö, szóval sok nehéz, nyomorult történelmi korszak egyiké, mint magyar történelmi korszak egyikében van egy ilyen csávó, aki, aki tulajdonképpen zsigerileg demokrata, azt gondolom, tehát, hogy hogy, hogy ez nem egy, az, az adi de, demokratasága, az nem egy intellektuális munka eredménye, hanem egyszerűen valami, nyilván valami plebejussághoz is köze van, bár persze, azt, na mindegy, szóval, vagy ehhez a hét szilvafársághoz, de hogy, de hogy mindesetre, mindesetre van egy ilyen zsigeri demokrataság uh, demokratasság mondjuk politikai szempontból, és közben van ez a kiválasztottság tudat, van ez a, van ez a végtelen arisztokratikusság a másik oldalon, és hát uh, tehát csomó mindent tulajdonképpen az adipóz kitakar adiból, tehát, a, tehát például a, a, a humorát, az például elég, tehát nem, nem a humor az, amire azt gondolnánk, hogy volt neki, pedig szerintem baromira volt, majd akkor egy olyan verset olvasok, és hát közben meg az is van, hogy ugye csak most egy picit az feszélyez, hogy olyasmiket is mondok, amiket ugye már megírtam egyszer, az meg olyan alak, hogy de mindegy, szóval, hogy, hogy például az egy, az egy ilyen nagyon érdekes dolga, hogy ugye a világ, vagy a közizlés kiment a lóla, és egyáltalán azok a tehát forradalminak számít mondjuk a, a, az ő vagy vállalt viszony a, 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 Lédával, és akkor ehhez képest mondjuk az a tónus, amiben beszél erről a viszonyról, for, for, kiforgott alól a világ, és az ma már inkább kicsit át, szóval olyan... A fonnegutírja írja azt a Hemingvéről, hogy az a Hemingvé nagy problémája, hogy a másokat is baromira megtermékenyítő, csodátos ugye, íráskészség mellett, Hát a témái, tehát hogy így a hogy há, 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 háborúnak valamilyen fajta, mm, szóval mindegy, tehát, tehát valamilyen, vagy a vagy, no, uh, nagytestű emlős állatok uh, kettftelésből való leülése, az mondjuk nem egy olyan dolog, tehát mondjuk az afrikai vadásznapló, az nem egy olyan dolog, amit tud, tud az ember ma a visszolgás nélkül olvasni, és és nem, nem gondol arra, hogy hol, hol áll a, nem én, a, a országú populációja, és talán nem kellett volna lövöldözni. Uh, miközben, na, de érted, hogy mit akarok mondani, Úgy. Tehát van, hogy, 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 van egy ilyen érzésem, hogy, hogy csomó szempontból kipörgött a alól a világ, ilyen PC szempontból, mondjuk így, uh, de közben mondjuk a, de itt, itt, az, itt, itt karakterekről beszélek, holott egyébként szövegekről kéne beszélni. Nem is, akkor mutatok, mutatok verset, jó? Jó. És jó, akkor. Jó. Ne, nem, nemcsak, hogy a, nem voltam benne biztos, hogy a halottakéremben van, de akkor ezek szerint de. Mert, na, szóval, fáradtan bíztatjuk egymást. Zászlónk lehanyatlik untan, fáradtan bíztatjuk egymást, bízunk még, de nem magunkban. Begazdátlan, bekeserves bizodalom. Szívünk is már olyan terhes fölemelni, hogy nem tudjuk, csak hazudjuk, hogy szerelmes, panaszai feketedő tegnapiak. Babonáink megfakultak, csodáink elestelettek, jövőink eleve múltak, csak szégyeljük ezt a véngyászt bevallani. Öreg vitézik, zink ümmögnek, ifjú bajtársak lázadnak, s így megy a had, megy a ködnek, sikerútját kedvetlenül keresgeti. Valahol utat vesztettünk, várat, tüzet, bizodalmat, valamiben késlegettünk, s most harcolunk kedvet valva kedvetlenül. Zászlónk lehanyatlik untan, fáradtan bíztatjuk egymást, bízunk még, de nem magunkban, begazdátlan, bekeserves bizodalom. És akkor ugye itt, itt eleve itt van ez a sor, amiről beszéltünk, tehát, a, tehát azt, hogy az, hogy... Ö, Ilyen, hogy valahol utat vesztettünk, az például nem is biztos, hogy ezt tudja mindenki, aki ismeri ezt a sort, hogy ez ebb, vagy azonnal beugrik, hogy ez ebben a versben van. És akkor itt nem csak a, a, a szituáció, mert ugye a szituációban is van humor, de például van egy ritmikai humor is, tehát, 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 tehát amit a, a negy, a mindig a verszakok negyedik sorával csinál, tehát ez a... Tehát, 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 hogy a hogy a, a, az előző három sorban felállított szabályt, ritmus szabályt, az Én megszegi, az hogy szegi meg a, a negyedik sorban, és hogy ez formailag hogy mutatja azt, amiről a vers szól, tehát erről, a, erről az útvesztésről. E, uh, itt, itt, itt szerintem tényleg az van, hogy maga, maga, maga a forma az nem elmeséli, hanem megmutatja, saját magán demonstrálva megmutatja azt, hogy miről, miről, miről van, van a beszéd. Hát ez, amit a, még, a, a, még a középkori vagy a száz madrigálokban is benne van, hogy a zene és a ritmusa ugye festi állandóan azt, ami történik. És nem feltétlenül magát a szót, mm. hanem a történésnek a, a, a valódi értelmét. És ez már Prétől kezdve van. Tehát ezek, a, én akkor az az érzésem veled kapcsolatban, és meg egyébként nyilván az Adiról mindenkinek mindenki azt tanulja az iskolában, hogy ez akkor a forradal már újító, meg izé. És akkor... E, e, óriások vállán van egy ilyen Umberto Eco könyv, ugye, hogy óriások vállán állunk, és én nálad szerintem tök egyértelmű, és nem csak a Igen. mástól a, miatt, de Igen. hogy az egész költészetből, hogy a magyar írod, vagy költészetnek ez a nagyon, ez a finom ritmik, rit, ritmikai játék ott van a verseidben mindig, és ott van ez a rengeteg utalás, és ez az állandó, de nem bántó módon, tehát hogy írod valahol a régi verseidről, ah. hogy már csak a, az idézetek világítanak bennük, vagy ez egy ilyen túlzott, túlzott szigor, vagy ilyen önszigor, igen. meg át is írott talán igen. a régi dolgait. Most azt, azt csinálom, amit igen, igen. Szintén kurták, kurták ugyanezt csináljuk. Ott minden kottára rá van írva, hogy mikorí verzió. Igen. Tehát hogy az, azt lehet tudni, azt hogy az most jutott. éppen egy akt, de hogy még most igen. 97 éves, és szerintem most is átírja a dolgait. De hogy ez egy típus, típusú alkotó, de hogy, hogy, hogy ez az egymás vállába kapaszkodás, szóval ez egy annyira erős dolog, ez egy ilyen evolúciós történet, és nem tudom művészet másképp működni. Tehát a nagyújítók, talán téged nem nevezne senki a, nagyújítónak. A, biztos, hogy nem, biztos, hogy nem, és jogosan nem, de erre van egy tehát ezen sokat gondolkodtam most már. és erre van egy válaszom. Ha kimész az utcára, és megkérdezel tíz embert, hogy mondja egy magyar költőt, jó, lesz egy adi, lesz egy petőfi, és lesz nyolc József Attila. Uh -huh. És hogyha valaki tényleg mixelt, tehát, hogy mindent megcsináltak már előtte, amiből ő mixelt egy olyat, amit mégiscsak fel lehet ismerni, hogy ő beszélt, tehát azért felismered egy József Attila szövegből, hogy, a, hogy ez József Attila vers elég gyakran. Uh, tehát, tehát létrehoz egy új minőséget, egyértelműen egyébként egy, 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 tehát egy, egy, egy csúcsa a magyar költészetnek, és iszonyú komplex, stb., de, de, de mondjuk nem mondanád azt rá, hogy olyan értelemben mondjuk újító, mint hogy újító a tandori, vagy akár újító a Petőfi Sándor. Tehát, hogy, hogy, hogy azért ez is egy ilyen Tehát, hogy ez is, egy ilyen, ez is egy ilyen problémás, és tulajdonképpen azért az is van, hogy ez a az újat, tehát az mindenképpen van a, a művészetben immanens, tehát, tehát ez, ez, ez egy a, saját magával szemben is elvárása az embernek, hogy újat mondjon a közönségnek. Tehát van, va, tehát van egy ilyen, valószínűleg egyébként nem, tehát ez egy újkori fejlemény, azt képzelem, vagy a, én azt gondolnám, hogy ez egy újkori, mondjuk romant, a romantika, és akkor tényleg egészen elmentett a, a neo ebben közös a romantikával, hogy, hogy, a, hogy az ilyen még nem voltnak, az, ú, az újításnak van egy ilyen, van egy ilyen primátusa, ö, és tényleg van a közönség részéről is az eredetiség, egy, egy, ilyen igény, de azért mégiscsak van az a probléma, amit egy teljesen más kontextusban mondott, tehát mondott mindegy, egy, egy, publicisztika mási, egy, egy, publicista egy másikról, hogy, 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 hogy a, a mindenáron minden különálló, önálló, egyéni véleményem legyen, az a, az, a, az a probléma, hogy egy idő múlva elfogynak az értelmes, értelmes vélemények és értelmes mondatok. És, hogy a, tehát, hogy nem tudom, én például a színházban az alternatív színházi működésem során találkoztam olyannal, hogy tulajdonképpen ez, ez, ez vakvágányra vit kisiklatott ez a fajta. Újszerűségi kényszer, uh, mert nyilván nem jó az embernek önmagát ismételni, de de mondjuk egy olyan, olyan, olyan ezoterikus nyelve, vagy nem tudom, mibe elmenni, egy o, tehát, a, tehát a, odáig fokozni az újítást, hogy tulajdonképpen befogadhatatlanná válsz ezáltal, az meg hát igen, az hát is probléma. Ez a zenében is ugye megtörtént, ugye ez állandó probléma, de hát összesen két téma van, tehát nincs több. Ja. És azért ezt a két témát járjuk körbe, és amikor a témát elkezdi elveszteni az anyag, akkor akkor van a probléma, akkor jön az öncélúság, És ugye, hát a 20. század elején az újbécsi iskola neki kitalálták, hogy hagyjuk most már ezt a témát, szerelem és a halál, beszéljünk ja. a saját magunkról. Tehát amikor a költészet a költészetről akar, vagy a kö, egy ilyen célú dolog, és a zenében, és, a kö, és, tulajdonképpen a közönség döntött el, tehát visszatérve a, a, a Petőfér az időig, ja. az, ami, és eldöntő, hogy az, és visszatérve, hogy a közönség diktatúrája, vagy az ízlés diktatúrája, azért hosszú távon van ennek egy bölcsessége, mert olyan szépen kiszelektálja, és kiszelektálta, és vannak méltatlanul nem, nem olvasott írók, ja. biztos, és nem hallgatott zeneszerző, de valahogy ezeket az öncélú dolgokat így lemetszette így a kánomból, vagy hát ha benne van, meg tanulsz róla, meg játszod, de a közönség nem szívesen hallgatja, és kiselektálódtak azok, de amik... például a művészet történeti jelentősége nyilván baromira van, tehát van, mert, mert később, tehát ha nincs a Schönberg, mert nincs a Jön. Webern, akkor most a Kurtágot már annyit akkor nincs a Kurtág, aki meg tökre visszanyúl, mm. és, és a régi témákról a régi módon beszél egy más nyelven, tehát a nyelv igen. A nyelvhez, tehát ugye te, neked is igen. kellett az, ahogy a Petrit elolvast, igen. hogy a saját nyelvedet megtaláld, és összemixeld, ahogy igen. te mondod, a, a, József Attila témáit, és a, és a nem tudom én, ki, akár a kosztolányi témát, és a kosztolányira, hogy utalsz is, hogy a Igen, az, az, az van. Hati, igen. Tudom, tehát, hogy ezek mind kellene. Ó, azt észrevetted? Tehát akkor te alaposan olvastál. É, nem, hát <gül> <gül> ö, jó, de az egy ilyen direkt... Az elég direkt utalás, jó, de hát, jó, mindegy, oké, okay, igen. Jó. Kosztolány rokonom, ezt mindenhol elmondom. Oldalági, igen. Oh. Brenner, Brenner, Eulália, nem tudom melyik dédanyám, és ugye Brenner József a csát. Igen, Bizára. igen. igen no. És tudod ki még Brenner József? A, egy nagyon-nagyon kedves állatorvos pomázon, aki ez a kutyáimat hordom. Brenner József. Nagyon szeretettel üdvözlődik <laughs> innen <hitnel> is. <laughs> ugye így a végére, a, már beszéltünk a barackfáról, meg a kertedről, meg az az érzésem, hogy ebbe a természetközeli dologba dologban tök, tök jól Aha. érzed magad, meg biztos jó is, meg, meg is vagy, most én nyers veganizmus csinál. Hát ez átmenetileg. Átmenetileg, for the time being. De hogy a kertben mindig van egy olyan eh, dolog, hogy az ember a jövőnek csinál valamit. Tehát, hogy ott megmetszel egy fát, vagy nem tudom, ültetsz valamit, akkor azt tudod, hogy az egy... Az egy és valahol nyilatkoztad is, hogy nem, nem, tudom, mondtad ebbe a filmbe talán, hogy hát én két napra előre nem látok, meg nem tervezek, meg tudom, én tudom, mi lesz holnap után. Közben ott beszélünk a költészetről, meg Homéroszról, meg ezer évekről, meg közmondássá váló dolgokról, hogy, hogy euh, tudom, hogy, vagy, vagy érzem, hogy, sok, hogy témád, mint mindenkinek, a saját halála is, és az, hogy mi lesz utána, és hogy hogy lesz a, a, az életműveddel. Hogy mit, azon szokták gondolkodni, hogy kinek hagyod itt, és mit hagysz itt magadból, és és azt, hogy fogják venni. Szóval, hogy, hogy az olvasókban látod magadat újra, amikor már nem leszel, azokban, akik most gyerekek, még nem születtek meg, a rokonokban, nem tudom, egy gyerekben, Mi, mibe, mibe, a perackfádban. Már szoktál ezzel hát, gondolkodni? Hát nem tudom. Egyébként ugye a kertem esetében még az is van, hogy én bérelem ezt a. Ráadásul. Igen, tehát hogy. Ott az, igen, szóval ott aztán végképp, amit elültetek, az, az, az aztán nem a. Meg, meg hát én nekem nincsenek gyerekeim, húgomnak vannak, de mondjuk nem kell szerintem azért ahhoz feltétlenül, hogy gyereknek lenni az embernek, hogy azt gondolja, hogy utána is lesz élet, és. De... Én, ne, én, én nem, 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 tehát magában a, a, abban, hogy mi lesz az utóélete annak, amit én csinálok, ab, 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 abban kevésbé gondolkodok, hogy ez kevésbé foglalkoztat, nyilván én is szinkron hatást szeretnék, meg szinkron elismertséget, ezt is be lehet vallani, és a többi. Tehát az már nem vé, hogy a halál után mi lesz az ember, az már kit vigasztal, persze, de hogy, hát nyilván az örökösöket, igen, de hogy, de másfél inkább bennem ilyen, mondjuk az átírásokkal, annak is van köze ez a halál dologhoz. Tehát most már azért az van, hogy a tehát simán hullanak a generációnból is, vagy nem tudom, és egyébként. Tehát, hogy uh, nyilván 50 éves vagyok, ezt azért lehet látni, főleg a, nem tudom én, a, a Magyarország egészségügyi kondíciókkal, nem szóval hogy mekkora itt az átlag életkor, stb. Na, de hogy, uh, hogy inkább bennem egy olyan igény van, hogy rendet, rendet tenni magam után. Tehát, hogy azért írom át azokat a régi dolgokat, mert azt gondolom, hogy ezek nincsenek rendesen megcsinálva, és akkor most megcsinálom, tehát, 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 legyen, legyen utánam rend, tehát, hogy, hogy ne az utána jövőket ne hozzam abban a rettetesen le helyzetbe, hogy ott nem tudom én a számítógépen végtelen kaotikus fájrendszerében, meg a nem tudom különböző verziók közül, meg nem, tehát, tehát, hogy én valamilyen módon rendet akarok magam után rakni, aminek egyébként akár az is része lehet, amit pont most ebbe a, 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 az egyik jelenetében a, egy stúdió darabon dolgozom éppen, egy megi Máté fogja rendezni, és ott a, ott van egy ilyen jelenet csíra, hogy, hogy valaki egy ilyen kontrollvesztett, drogos, önkívületi állapotban morsol, nem tudom, egy három kilós veknit, az dobálja, és Szóval, és akkor egy havazás, és életemben nem voltam ilyen boldog, és akkor egyrészt uh, megszólal az egy, egy másik figura, aki egy picit olyan, és sok szoktam magam, ha már diogenészről beszélünk, ilyesminek is gondolni, mint a 13. tündér, akit nem hívtak el a, nem tudom, a, 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 a hogy na, na mindegy, szóval megszólal egy szereplő, és azt mondja, hogy igen, akkor nézz már meg a pulzusodat, hogy mennyit ver a szíved, amikor ilyen boldog vagy. És akkor nyilván sokat, tehát akkor... Uh, nem tudom, minél felhívja ez a szereplő a, 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 az édesanyját el, elbúcsúzni, mindegy, most nem mondom el az egész jelentet, de van egy olyan mondat még korábban, hogy, hogy, úristen, el kell égetnem a naplóimat. És tehát ez is egyfajta, tehát az is egyfajta rendrakás magad után, hogy elégeted a naplóidat. Tehát, hogy magyarul az, hogy a, Mert, mert amit a könyveiden keresztül, vagy akár, akár, egy, akár egy interjún keresztül, vagy akár egy ilyen podcasten keresztül is az a kép, amit mutatsz magadról, az mindenképpen egy ilyen mutatott kép. Tehát nem, annak nem tudsz nem a nem tudatában lenni, és nyilván itt is van egy impostor szindróma, hogy, hogy tehát én nyilván nem akarok feltétlenül, sőt, igyekszem nem mondjuk manipulatív módon megcsinálni ezt, de az ember gyanakszik magára, hogy hát ha akár öntudatlanul manipulálok, vagy öntudatlanul játszok rá olyanokra, mint amiről például beszéltünk, hogy a, 15 év hallgatás, a Zsófi halála, az ugye behozta ezt a nem tudom én, Orfeusz -e, a szív ősképét a költőnek, és, és nyilván én azt gondolom, hogy erre, tehát, tehát kifejezetten nem akartam felülni, de valamilyen mondom, csak felkerültem rá, és akkor mi van, hogyha mégiscsak azért egy picit azt akartad, és hogy tulajdonképpen, na, mindegy, szóval, szóval a napló elégetése, az picit az is, hogy a hogy a azok a kellemetlen vázlatok, meg segédenyenesek, amik mondjuk, amik meg, 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 kistílű, kis akár kegyetlenségei az életnek, amit az ember óhatatlan elkövet, vagy nem tudom én, tehát az, az egész ma massza, ami az élete, az nem érdekes. Az érdekes, hogy ebből mit lehetett megcsinálni műként, ami ilyen értelemben persze manipulált és vetített és, és konstruált kép, és, és nem tudom, ez, tehát hogy a konstrukció mögül kiradírozni, hát a, 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 mindegy. Szóval én egyelőre nem égettem el a naplóimat, nincsenek is nagyon, de azért vannak valamilyen fajta ilyen típusú feljegyzések, vagy nem tudom, tehát nem akarom ilyen módon retusálni, vagy újraírni magam, de, de mégiscsak van, van az, 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 az igényem, hogy, hogy azért legyen rendben, vagy, a, vagy az látszom, hogy én mire gondolom azt, hogy ez kész van, és, és miről meg nem gondolom azt. Szóval a szabadság tesz, hogy nekem rendet, újra, újra kicsit ezt a szabadságot, és szerintem tök jól csináltad, úgyhogy e, köszönöm szépen, hogy eljöttél, köszönöm én a nézőknek köszön. is a figyelmet. Én és is. So.